Jó reggelt kívánok, ez itt az ATV reggeli híradója, én Gajdos Tamás vagyok. Február 17-én mutatják be hivatalosan az ellenzék programját, ezt Márki-Zay Péter jelentette be a Partizánnak adott interjújában. Az Összefogás pártjainak miniszterelnök jelöltje azt mondta, a hetedik frakció elengedéséért cserébe 60 pontos javaslatcsomagot fogadtatott el a pártokkal, aminek része volt például az is, hogy a vállalkozóknál töröljék el a kötelező kamarai tagságot, tartsanak népszavazást az új alkotmányról, és kezdjenek bérlakás programba. Emellett a program része lesz a dohánymonopólium megszüntetése is. A kínai vasútvonalat és a Paks 2-t érintő szerződésekről Márki-Zay Péter azt mondta, hogy nem biztos, hogy ezeket azonnal felmondanák, lehet, hogy csak újra tárgyalnák a részleteket. A miniszterelnök jelölt az interjú után közösségi oldalán azt írta, hogy az életét teszi arra, hogy nyerjen az ellenzék április 3-án. Fonyódon egy lakossági fórumon pedig arról beszélt, hogy idézem, azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. A kétfarkú kutyapártnál eddig senki, de a Mi Hazánk és a Gattyán György féle megoldás mozgalom esetében is 5 vagy annál kevesebb jelölt gyűjtötte eddig össze a képviselőjelöltséghez szükséges 500 aláírást. A legtöbb kispárt ugyanakkor a jövő héten összesíti a hétvége során leadott ajánlásokat. A Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért már az első napon összegyűjtötte a szükséges számú aláírást, de aktivistáik továbbra is maradnak az utcán. Továbbra sem állt le az aláírásgyűjtés, míg azok is az utcán voltak vasárnap, akiknek már nem volt erre szükségük. Szél Bernadett sem kivétel, aki mellett Nagykovácsiban még a szocialista Gurmai Zita is feltűnt. A zöld politikusnak érdekes beszélgetésekben volt része. Kifejezetten sokan vannak, akik azt mondták, hogy hát most egyszerűen idézem, ahogy ők mondták, hogy eddig Fidesz szavazó volt, de most a fiúknak ideje lenne egy kicsit pihenni. Ilyen is volt más, olyan volt, aki azt mondta, hogy nagyon csalódott, mert nem erről volt szó, nem ezt várta. A politikusok mellett az Egységben Magyarországért és a Fidesz-KDNP aktivistái is maradnak az utcán. A kormánypárt kommunikációs igazgatója szerint ebben semmi meglepő nincs. Számunkra sohasem volt idegen az, hogy beszélgessünk az emberekkel a Magyarországot érintő fontos kérdésekről. Hát a nemzeti konzultációk, a népszavazások, azok pontosan azt a célt szolgálták, hogy tudjunk egyfajta párbeszédet folytatni az emberekkel. A legtöbb párt azonban még nem dőlhet hátra. A kétfarkú kutyapárt elnöke szerint Székesfehérváron állnak a legjobban, de így is mindenkit az aláírásra buzdít. Nálunk mi nem gyűjt össze senkinek egy nap alatt, tehát szerintem aki legjobban áll, annak is max a harmada van meg egy nap után. Úgyhogy jöjjön mindenki és írjon nekünk alá. 3-4 embernek gyűlt össze eddig a szükséges ajánlás. Igaz, még csak a körzetek feléből kaptak visszajelzést. Erről már a Mi Hazánk elnök helyettese beszélt híradónknak. Duró Dóra azonban biztos abban, hogy lesz ez még jóval több is. Hamarkodottan nem tudok nyilatkozni, de az biztos, hogy 100 fölött vagy 100 körül biztosan lesz jelöltünk, és reális lehet az is, igen, hogy mind a 106 választókerületben lesz. A milliárdos Gattyán György által alapított megoldás mozgalom csak pár hete lépett be a politikába, de ők is hasonló számokkal rendelkeznek. Nyilván nem 20-as, 30-as nagyságrendről van szó. A mi esetünkben az, hogy egy nap alatt összejön mondjuk 4-5 körzetbe, az egy nagyon jó teljesítmény. A pártok egészen február 25-ig gyűjthetik az aláírásokat. Sokan elpártoltak a Fidesztől a Simonka ügy miatt. Erről a korrupcióval vádolt fideszes politikus helyett induló békési jelölt beszélt a 24.hu-nak. Erdős Norbert szerint nem titok, hogy Simonka György büntető ügye óta egyes Fidesz tagok eltávolodtak a pártól, és csökkent a Fidesz szervezetek száma is. A jelölt szerint ez a most kezdődött kampányidőszak egyik kihívása. Simonka Györgyöt, aki 3 ciklus óta volt országgyűlési képviselő, a többi között korrupciós bűncselekmények elkövetésével is vádolják. Vele szemben az ügyészség 8,5 évi fenyházbüntetés kiszabását indítványozta. A kisebb vidéki benzinkutak heteken belül csődbe mehetnek a meghosszabbított üzemanyagárstop miatt, mert nem tudják megtermelni a veszteségüket. Erről a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára beszélt híradónknak. A Jobbik újra benyújtja a parlamentnek a már korábban leszavazott javaslatát, vagyis hogy csökkentsék az üzemanyagok jövedéki adóját. Az árstopp itt is bevált, ezért 3,
további 3 hónappal meghosszabbítjuk. Évértékelő beszédében jelentette be a miniszterelnök, hogy május közepéig meghosszabbítják az üzemanyagár stoppot. Jelenleg a benzin literenkénti átlagára a benzinsapka nélkül 510, a gázoláé pedig 530 forint lenne. Örülök neki, mert nem kell többet fizetni. Az adóját kéne csökkenteni, nem a benzinkutasokkal kiszúrni. Prémium kategóriát vásárolom, nem érint. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta, sok kisebb benzinkút csődbe mehet a meghosszabbítás után. Vannak olyan töltőállomások, vidéki töltőállomások, akik már az áru átvételének pillanatában veszteséget könyvelnek el, tehát 480 forintnál drágábban szállítják oda számukra a kútra az üzemanyagot. A kormányzat elvesztette az uralmát a gazdaság fölött. A DK gazdasági szakértője szerint az ársapka bevezetése csupán kampányfogás. Viszont az olcsóbb üzemanyag miatt Szlovákiából egyre többen járnak át tankolni Magyarországra, ami akár készlethiányt is eredményezhet. A magyar benzinkutak ezen az áron már most veszteségesek, ha itt tömeges tankolás lesz, egyrészt személyautó vonatkozásában, másrészt ezt megszagolják majd a nagy üzemanyagtartállyal rendelkező kamionok is, akkor gyakorlatilag egyrészt kiposztják a kutakat, lehet áruhiány. Ha valaki 20 000 forintért tankol, annak 10 000 forint az államkasszába megy. A Jobbik parlamenti képviselője híradónknak azt mondta, azt javasolták korábban az országgyűlésnek, hogy csökkentsék az üzemanyagok adóját. De ezt a Fidesz leszavazta. Most újra próbálkoznak. Ezeket csökkenteni kell. Adót nem akar csökkenteni a kormány, és most egy olyan intézkedést hozott újra, ami bár jól kommunikálható, viszont jól mutatja, hogy május közepéig tervezi, hogy pusztán kampányfogásról szól. Legyen mindenki tisztában azzal, hogy a kormány adót nem akar csökkenteni, pedig ez az egyedüli reális megoldás. A szakértők azt mondják, hogy május 15-e után az üzemanyagok ára akár 70 forinttal is emelkedhet. Magyarország sokkal gyorsabban lábal ki a mostani krízisből, mint a fele olyan súlyos 2008-as válságból. Erről Varga Mihály beszélt a Hír Televízióban. A pénzügyminiszter szerint az elhúzódó járvány ellenére is sikeres a magyar gazdaság újraindítása. A tárcavezető úgy számol, hogy tavaly már 6,8 és 7% körül lehetett a gazdasági növekedés külső segítség nélkül. Mint mondta, az ország a saját erőforrásait rendezte át úgy, hogy ebből növekedés lett. Továbbra sem evakuálják a magyar diplomatákat Ukrajnából, tudta meg a híradó a külügyminisztérium válaszából. Ugyanakkor a konzuli szolgálat szombat éjszaka módosította a beutazási feltételeket, immáron nem javasolják az utazást Ukrajnába. Orbán Viktor évértékelőjében Ukrajnából érkező lehetséges menekült hullámról beszélt, szakértők azonban úgy látják, hogy a menekültek inkább Szlovákia és Lengyelország felé távoznának. Nem tervezzük evakuálni sem a diplomatáinkat, sem a családtagjaikat. Az Ukrajnában lévő képviseleteinkről, és nem tervezzük az utazási tanácsok módosítását sem. 3 héttel ezelőtt beszélt erről a magyar külügyminiszter. Most azonban a konzuli tájékoztató oldalon az olvasható. Arra kérik az embereket, hogy az ukrajnai utazást fontolják meg, és lehetőség szerint későbbre halasszák látogatásukat. Ebben a környezetben ez egy logikus lépésnek tűnik. A külügyminisztérium a híradó kérdésére elmondta, továbbra sem tervezik a magyar diplomaták hazarendelését. El kell kerülni a háborút. A miniszterelnök évértékelőjén jelezte, a kormány rendelkezik tervel arra az esetre is, ha kitörne a háború szomszédunkban. Orbán Viktor egy Ukrajna felől érkező, lehetséges menekült hullámról is beszélt. Gondoljanak bele, háború esetén 100 000 szám, akár milliós nagyságrendben érkeznének menekültek Ukrajnából. Takácsi Dorka külpolitikai elemző szerint a menekültek nagy része vélhetően Lengyelország és Szlovákia felé távozna. Ebben a két országban ugyanis már most sok ukrán él. Én úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú lenne az, hogy Magyarország felkészüljön egy esetleges menekült hullámra, aminek nyilván nem tudjuk a számait, viszont Ukrajna egy 45 milliós ország. Tehát, hogyha 45 millió embernek csak egy töredéke érzi magát veszélyben, vagy a családja épségét félti, és csak a töredékük indul meg, az is adott esetben több 10 000 embert jelenthet Magyarországra. Stábunk a Beregsurányi határátkelőnél kárpátaljai magyarokat kérdezett a lehetséges háborúról. Ha muszáj lehet harcolni, akkor harcolok. Hát mit mondjak, van aki fél, van aki nem.
Szóval olyan bizonytalan ez az egész híresztelés. A gyerekeket lelövődözik, ott maradnak a háborúban, nem? Nem jönnek haza, elviszik katonának, az nem jön vissza. Oroszország és Ukrajna között az elmúlt hetekben vált ismét feszültebbé a viszony. A magyar külügy a diplomáciai rendezés mellett érve, ugyanakkor az amerikai hírszerzés információi szerint akár már a héten megtámadhatja Oroszország Ukrajnát. Közben megérkeztek a friss járványügyi adatok, ezek szerint az elmúlt három nap során 21.081 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 271 beteg. Jelenleg 5.186 főt ápolnak kórházban a koronavírus szövődményei miatt, közülük 199-en vannak lélegeztetőgépen. Kiemelkedő Valentin napi forgalomban bíznak a virágárusok, az előző évhez képest legalább 15%-os növekedést várnak, írja a Világgazdaság. A lap szerint egyébként a virágboltokat is elérte a munkaerőhiány, a virágkötészet hiány szakmává vált. Szakértők szerint részben azért, részben pedig a sok extra kiadás miatt a vágott virágok árának emelése is elkerülhetetlen lesz hamarosan. A Los Angeles Rams nyerte a tengeren túli profi amerikai futballliga nagy döntőjét, az 56. Super Bowl-t. 23-20-ra győzték le a Cincinnati Bengals-t. A kaliforniai együttes hazai pályán játszhatta a története 5. nagy döntőjét. A Rams 1999-es, még St. Louis-i színekben elért győzelme után már második alkalommal hódította el a Vince Lombardi trófeát. Az idei Super Bowl félidei showjában ezúttal hip-hop sztárok szórakoztatták a közönséget. Hip-hop már is itt a híradó vége, én búcsúzom önöktől, de folytatjuk még természetesen a ma reggeli műsort, méghozzá a fórummal, Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz Feri! Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves nézőket, most mondhatnám, hogy hip-hop jön, vúk, de nem vúk jön, hanem én. Egyébként pedig bármiről beszélgethetünk, de például itt van a járvány, vagy itt van a választási kampány, ami hivatalosan is elkezdődött, és ami kapcsán Orbán Viktor azt mondta, hogy Márki-Zay Péter olyan, mint egy gomba szakértő, Márki pedig azt mondta, hogy ő az életét tenné fel a választási győzelmükért, szóval ezekről vagy bármi egyébről beszélgethetünk. Köszönjük, Feri, hívják tehát a fórum számát, ezekről a témákról is elmondhatják véleményüket, ez most az önök fél órája, órája lesz a következő percekben, tehát tegyék ezt, és nézzük egész nap az ATV műsorát, én most elbúcsúzom, de találkozunk holnap is, a viszontlátásra, szép napot mindenkinek!